és urak! Ez az új szerkesztőségünk, a bejárat, a kutya, a kert, na itt a kert. Kicsit még fel van durva itt ott, de alakul. Rögtön a bejáratnál, hogyha bejön haladunk, akkor szembe ötlik egy csodálatos grafikával ellátott molinó, amely gyakorlatilag jelzi, hogy milyen munka folyik itt. És én azt gondolom, hogy be is invitálnám a nagy közönséget a szerkesztőségi szobába, amely erre található a folyosó végén ugyan, de mégis egy frekventált hely, ugyanis, hogyha benézzük, akkor azt látjuk, hogy egészen pontosan 5 munkaállomásnak alakítottunk itt helyet. Itt fog Dr. Kind dolgozni, aki egy monitorral gazdagodott az elmúlt időben, ez bocsa helye, illetve a másik oldalon én fogok üldögélni, itt már fel vagyunk készülve tesztermékekkel. Itt van a softboxunk, amiben a tesztkészülékeket fotózzuk, illetve videózzuk meg. Ez egy rendkívül igényesen összetákolt laborból készült, de a célra tökéletesen megfelel. Illetőleg, ami nem egy utolsó zsenanyagú szempont, hogy van egy fantasztikus mérlet szekvényünk, amelyben már most vannak tesztkészülékek, egyéb partverek a munkánkhoz, úgyhogy gyakorlatilag ide már be is rendezkedtünk, de ez még nem minden, mert mutatom a többi részt. Erre, hogyha a folyosó másik felé haladunk, akkor átjutunk egy közösségi helységbe, amely közösségi helységnél már is van egy munkaállomás kialakítva, egy könnyed konyhaszerűség is feltérképezhető itt, amely magában rejt egy hűtőszekrényt is, illetve oda majd egy mikrohullámos hűtő kerül, itt lesz majd egy kanapé, ahol a videóinkat készítjük, valamint egy fotósarok, hogy tudjunk nagyobb eszközöket is fényképezni. Valamint ebben a szobában, ez ugye a legnagyobb terem, itt a Provalger tesztlabor lesz, jelenleg meglehetősen üres, tehát ez csak azért van így, mert a Provalger még nem költözött át az új szerkesztőségbe, és tesztlabor van idén, egészen apróska, de a célnak tökéletesen megfelelő tárgyaló, ahol egy kiváló IKEA-s garnitúra várja a céges nagy döntéseket, melyre le lehet ugye ülni, bár egy kicsit talán veszélyesnek ítélhetjük meg, de hát az IKEA-t azt mégiscsak szeretjük, hiszen viszonylag olcsón, és ugyanakkor meglehetősen jó formatjelben ellátott bútorokat tervez. Ezt a bútort például tegnap előtt raktuk össze, annak érdekében, hogy mai napon, amikor az első munkanapunkat töltjük a szerkesztőségben, már legyen hova leülni, tárgyalni, válaszolós nem fogunk, mert csak ketten vagyunk, hogy mit tárgyaljunk. Úgyhogy ennyi lenne a szerkesztőség, egy elég nagy podány gyakorlatilag, mindenki elfér benne, és igazából nagyon kényelmes, jól megközelítő, csendes, nyugodt, barátságos légkört terem a mindennapi munkához.